Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával 10 olyan játékost mutatunk be nektek, aki alul van fizetve a klubjában. 10. Fabián Ruiz. Sokan Európa legjobb középpályásai közé sorolják, klubjában mégis csak a 15. a fizetési rangsorban. Fabián Ruiz a Napoli sikereinek egyik fő letéteményese. A bajnokságban például 6 gólt és 3 gólpasszt jegyez. A számlájára mégis csak heti 53 ezer euró érkezik, ami bizony még éves összesítésben is csupán 2,8 millió euró. Csak összehasonlításképp a csapat legjobban fizetett labdarúgója Kalidou Koulibaly ennek szinte pontosan a négyszeresét teheti zsebre a nápolyiaknál. Nem véletlen, hogy a hírek szerint éppen a vonzóbb pénzügyi ajánlattal tervezné Fabián Ruizt két klub is a Premier League-be csábítani. Olasz lapértesülések szerint ugyanis a játékos iránt érdeklődik az Arsenal és a Manchester United is, Spanyolországban pedig az a hír járja, hogy az előbb említett két angol sztárcsapat mellett a Real Madrid és a Barcelona is örömmel látná a soraiban a Transfermarkt által 55 millió euróra tagságot. 25 éves Ruizt, akinek egyébként jövő nyáron jár le a szerződése a Dél-Olasz Egyesületnél. 9. Ruslan Malinovski. Az Atalanta ukrán válogatott középpályása az idei szezonban is remek formát mutat, a fizetésén ez mégsem tükröződik. A 28 éves futballista évente 1,2 millió eurót keres, amivel a keret mindössze 17. legjobban fizetett játékosa. Bátran mondhatjuk tehát, hogy a bére egyáltalán nem áll összhangban a teljesítményével. A bajnokságban 6 gól mellett 1 gólpassza mérlege, az Európa Ligában pedig 3 találat mellett 1 assziszt fűződik a nevéhez. Emellett ősszel a Bajnokok Ligája csoportkörében is eredményes volt egyszer a Villarreal elleni utolsó csoportmérkőzésen. Ráadásul azt sem mondhatjuk, hogy a semmiből jött volna ez a kiváló játék, hiszen az előző idényben a Serie A küzdelmeiben 8 gól mellett 12 gólpasszt ért el a 30 millió euró értékű játékos. 8. Theo Hernández. Köszönet a sok éven át tartó elkötelezettségért és professzionalizmusért, valamint a példaértékű magatartásért. Így búcsúzott a Real Madrid 2019 nyarán Theo Hernándeztől, amikor a játékos az AC Milan együtteséhez távozott. Milánóban aztán rögtön az első hónapokban igazolta is, hogy annak idején miért figyelt fel rá a királyi gárda, mert hogy Theo már az első olaszországi idényében alapemberré vált. Nincs ez másképp azóta sem, és ez megmutatkozik a francia balhátvéd értékében. Is, ami jelenleg 48 millió euró. Az már sokkal meglepőbb ennek tükrében, hogy a 24 éves játékos fizetése jelentősen elmarad Alessio Romagnoli-tól vagy Zlatan Ibrahimovic-tól. Előbbi 9,3, utóbbi szinte kereken 9 millió eurót tesz zsebre évente, ehhez képest a bajnokságban idén 24 meccsen pályára lépő és ezeken 4 gólt, valamint 6 gólpasszt elérő Theo Hernándeznek be kell érnie 5,1 millióval, amiben ráadásul már egy korábbi béremelés is benne van. A csapat fizetési rangsorában Alessandro Florenzi is megelőzi őt, mintegy 400 ezer euróval magasabb éves bérrel, igaz, ő jelenleg csak kölcsönben van a milánóiaknál. Sőt, még családon belül is aféle szegény legénynek érezheti magát, mivel testvére, a Bayern Münchennél légióskodó Lucas Hernández 13 millió eurót keres meg egy szezon alatt. 7. Sadio Mané. Ha a Liverpool FC legnépszerűbb vagy legjobb játékosáról kérdeznénk a szurkolókat, vélhetően mindkét listán élmezőnyben lenne a csapat szenegáli támadója Sadio Mané. Ennek ellenére a kerettagok fizetéseit összegző listán még a top 10-be sem tud bekerülni, a liverpooliak színeiben eddig 111 gólt és 45 gólpasszt jegyző játékos. Az április 10-én 30. születésnapját ünneplő futballista éves keresete 5,2 millió font, ami nem mondható kevésnek, csak éppen a csapat többi sztárjához képest kissé aránytalannak. Ha hozzátesszük ugyanis, hogy például Mohamed Salah vagy Thiago ennek éppen a dupláját kapja a klubtól, illetve Roberto Firmino és Fabinho is 9 millió euró felett keres, már is kissé aránytalannak tűnik az Afrikai Nemzetek Kupája győztes játékos juttatása. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az elmúlt két idényben előbb 22, majd 16 találatot jegyzett, és idén is már 14 gólnál jár a szezonban. Természetesen nem ő az egyetlen a keretben, akinél tapasztalható némi aránytalanság a fizetés mértéke és a teljesítmény minősége között. A vörösök skót válogatott hátvédje Andrew Robertson például csak Mané fizetésének a felét keresi, márpedig a mostani szezonban eddig 34 összecsapáson pályára lépő védő a 2,6 millió fontnál biztosan többet érdemelne.
Hatodik, Edouard Mendy. Úgy tűnik, nem a legkifizetődőbb szenegáli válogatottként a Premier League-ben futballozni. Sadio Mané mellett ugyanis honfitársa Edouard Mendy sem tartozik csapata legjobban fizetett játékosai közé. Sőt, a Chelsea kapusa a maga 2,7 millió fontos éves keresetével messze elmarad az együttes legjobban fizetett sztárjaitól. César Azpilicueta és Christian Pulisic több mint háromszor annyit, 7,8 millió fontot tehetnek zsebre, Saul fizetése már a 10 milliót is eléri, Timo Werner 14, míg N'Golo Kanté 15 millió fontot vihetnek haza, Romelu Lukaku közel 22 millió fontos bére pedig már egyenesen csillagászatinak mondható Mendyéhez képest. Külön érdemes összehasonlítani a posztrivális Kepa fizetésével, itt is jelentős az eltérés, a spanyol válogatott hálóőr ugyanis Azpilicuetához és Pulisichez hasonlóan 7,8 millió fontot keres a kékeknél. Szintén nem tartozik a klub anyagilag legjobban megbecsült játékosai közé Mason Mount. A bajnokság idei szezonjában 8 gól mellett 7 gólpaszt is jegyző játékos ugyanis mindössze 4,6 millió fontot kap évente. Ha figyelembe vesszük, hogy közben a középpályás értékét 75 millió euróra taksálják, már is furcsának tűnik ez a Chelsea-féle matek. Látogass el partner oldalunkra a büntető.com-ra és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és sportékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. 5. Marcos Llorente. Hiába ér 60 millió eurót, hiába ajánlott érte tavaly a Manchester United 80 milliót, ez is kevés ahhoz, hogy ne a fizetési lista végén kullogjon az Atlético Madridnál Marcos Llorente. A spanyol válogatott középpályás kapcsán pedig nem mondhatjuk azt, hogy ne lenne játékban. A bajnokságban 21, a bajnokok ligájában pedig 7 mérkőzésen lépett pályára. Mégis a csapat keretéből mindössze 2-en keresnek nála rosszabbul, és Llorente 2,1 millió eurós bére köszönő viszonyban sincs az együttesben betöltött szerepével. Még kisebbnek hat az összeg, ha a matracosok legjobban fizetett sztárjaihoz hasonlítjuk. João Félix és Luis Suárez nagyjából 15, Koke 16, Jan Oblak 21, míg Antoine Griezmann 37,5 millió eurót kap évente az Atlétikótól. A francia támadó tehát majdnem a 18-szorosát keresi Marcos Llorente fizetésének. Persze az is igaz, hogy a több poszton bevethető 27 éves futballista tavaly jóval eredményesebb volt, mint idén, hiszen akkor a La Liga küzdelmeiben 12 gól mellett 11 gólpaszt jegyzett, míg a mostani szezonban 2 asszisztot már összehozott, de a kapuba még nem talált be. Ezzel együtt talán éppen a tavalyi szereplése kellett volna, hogy megadja egy nagyvonalúbb jövedelem alapját. 4. Jules Koundé. A La Liga mostani szezonjában a Sevilla kapta a legkevesebb gólt, szám szerint 19-et, a csapat hatékony védekezésében pedig kulcs szerepe van az együttes hátvédjének Jules Koundénak. A 23 éves francia játékos eddig az idényben 35 mérkőzésen jutott szóhoz, a spanyol élvonal második helyén álló gárdában, így bátran nevezhetjük őt alapembernek. Koundé fizetése ennek ellenére szinte a pofátlanul alacsony kategóriába esik, mindössze 1,1 millió eurót keres évente, amivel a teljes keret 5. legrosszabbul fizetett futballistája. Ha csak a posztriválisokat nézzük, akkor is azt látjuk, hogy Nemanja Gudej 2,5-szer, Diego Carlos pedig 3-szor többet tehet zsebre, nem is beszélve az együttes legnagyobb sztárjairól. Jesus Navas 4 millió eurós bére átlagosnak mondható, Papu Gomez és Suso már 6 millió eurónál is többet zsebelhet be, a csúcsfizetés azonban Ivan Rakitice, a rutinos horvát középpályás 13 millió eurós jövedelme nem csak Sevillában, hanem La Liga mértékkel nézve is kiemelkedőnek számít. 3. Emil Smith Rowe. 24 mérkőzésen 9 gól és 2 gólpassz, bajnokok ligája szereplést érő helyezés a tabellán, nem egy alacsony fizetésre utaló statisztikának tűnik ez a futball világában, kivéve ha az Arsenalról és Emil Smith Rowe-ról beszélünk. Hiába ugyanis a várakozások feletti szereplés a Premier League-ben, az ágyusok klubvezetésének tárcája igen vékonyan nyílt csak meg eddig a 21 éves középpályás felé. Rowe ugyanis kiváló statisztikái és magabiztos teljesítménye ellenére a keret egyik legrosszabbul fizetett játékosa a maga 1 millió fontos bérével. Ráadásul nem ő az egyetlen, akinek a szezon során szerzett 9 bajnoki gól nem ért eddig magas fizetést. Bukayo Saka ugyan valamennyivel többet tehet zsebre csapattársánál, de azért a 1,5 millió fontot sem neveznénk kiemelkedő keresetnek. Pláne annak tükrében nem, hogy Martin Ødegaard több mint 7 millió, Alexander Lacazette 9,4 millió, Thomas Partey pedig 10,4 millió fontot keres a londoniaknál, és bár Rowe szerződés
2026-ig érvényes, nem lennénk meglepve, ha hamarosan módosulnának a kontraktus feltételei a játékos számára pozitív irányban. Második, Christopher Nkunku. Bár még nem járunk a szezon végén, így korai lenne előre kihirdetni a Bundesliga álomcsapatát, nagy összegben mernénk fogadni arra, hogy Christopher Nkunku a legtöbb ilyen válogatásba bekerül majd. Az RB Leipzig játékosa az idényben minden tétmeccset beleértve már 26 gólnál és 15 gólpassznál jár, élete eddigi legjobb teljesítményét nyújtva, nem véletlenül szeretné őt több top klub is leigazolni, akiknek anyagilag nem lesz nehéz a mostaninál kedvező tételeket kínálniuk a francia futballistának. A 24 éves játékos ugyanis mindössze 1 millió eurót keres évente a lipcseieknél. Az is igaz, hogy Lipcsében eleve nem osztogatnak csillagászati fizetéseket, ezt jól jelzi, hogy a klub egyetlen labdarúgója sincs ott, a Bundesliga 15 legjobban fizetett játékosa között. A keret legtöbbet kereső futballistája André Silva a maga 7,5 millió eurós bérével, őt Emil Forsberg és Yusuf Poulsen követi 4-4 millióval. Ha hozzáteszük, hogy Nkunkut a sajtóhír szerint a PSG és a két manchesteri sztárcsapat csábítja, könnyű belátnunk, anyagilag igen nagyot léphet előre a francia játékos egy esetleges átigazolással. Első, Phil Foden. A labdarúgás statisztikáival foglalkozó svájci tudományos intézet, a CIAS decemberben a világ legdrágább U23-as játékosai közé sorolta, csapatában mégis ő a legrosszabbul fizetett játékos. Ki lehet ő? Ez bizony sok millió forintot érő kérdés lehetne egy műveltségi vetélkedőben, mi azonban már is eláruljuk a választ, Phil Fodenről van szó. A Manchester City 21 éves játékosa hiába mondhatja magát U17-es világbajnoknak és Európa-bajnoki ezüstérmesnek, hiába lépett pályára már a mostani szezonban 33 tétmérkőzésen, és hiába szerzett ezeken az összecsapásokon 11 gólt és adott 8 gólpasszt, fizetése egyenesen apró pénznek tűnik a többiekéhez képest. Phil Foden éves keresete ugyanis nem több, mint 620 ezer font. Csupán összehasonlításképpen Kevin De Bruyne 20,8 millió fontot keres ugyanitt, vagyis több, mint 33-szor annyit. Fodenhez képest vagyonokat keres, a teljesítményéhez képest mégsem feltétlenül érezheti magát anyagilag kellően megbecsülve Riyad Mahrez sem. A Manchester City legeredményesebb játékosaként a szezonban 33 tétmérkőzésen 11 gól és 8 gólpassz szerepel a neve mellett, 6,2 millió fontos fizetése azonban csupán a 11. legjobb a keretben. Ezzel pedig a toplistánk végéhez érkeztünk, írjátok meg a véleményeteket az elhangzottakkal kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további focival kapcsolatos tartalmakért iratkozzatok fel a csatornánkra!